Fiola Attilával beszélgetek annak kapcsán, hogy a Magyar Kupa mérkőzésen a Reac ellen az ő két találatával tudtunk ugye nyerni. Hát nem mindennapi dolog, azt hiszem a számodra, hogy gólt szerzel. Nem tudom, mikor volt utoljára, hogy gólt szereztél? 19-ben. Az mennyi ideje volt? Hát 3 éve. 3 éve. Jó, mondjuk nem is csatáról, tehát igazából nem feltétlen ez a feladatod, és talán éppen ezért ugye szúr szemet mindenkinek, hogy tegnap a te két találatoddal tudtunk nyerni. Te hogy éltette ezt meg, és egyáltalán hogy ennyire aktív voltál, mert nem csak a gólról beszélhetnénk, hanem arról is, hogy csúsztál, mehasztál, mindent megtettél a győzelemért. Milyen napod volt tegnap? Hát nagyon jó napom volt így. Hál' Isten középpályán szavazott bizalmat a mester. Próbáltam a legjobbat kihozni magamból. Azt mondta, mikor idejött, hogy én mindenáron belsődő leszek. És akartam neki mutatni, hogy ezért középpályán is számíthat rám. Nagyon örülök, hogy így sikerült. A legfontosabb volt, hogy a csapat továbbjutott, és nyertünk 2-1. Beszélnem a két gólodról, tehát az első meg a második is ugye hogy esett? Hát az első az oldalszabadrúgás volt, a Bori Gábor elvégezte, és hát hasonló volt, mint a Vidi meccsen, csak a másik oldalról érkeztem a rövidre, és a hosszúból becsúsztattam. A második pedig egy szép támadás után egy 25 méteres kapufás gól. Hát most nem kötözködni akarok, de talán ezen a második gólon még talán te is meglepődtél, vagy nem? Hát hál' Isten nagyon jól eltaláltam, úgyhogy hát így sikerült. Hát és utána is nagy kedvel játszottál. Egyébként az egész mérkőzést milyennek láttad, a kupa mérkőzésünket? Hát az elején nagyon jól kezdtünk, ugye már a csapat vezetett 2-0-ra, talán egy kicsit megnyugodtunk, sajnos kaptuk azt a pontrugásba, azt a buta gólt, talán kicsit nyögvenyelős volt a játék, de hál' Isten megtaláltuk az eredményt. Jártunk 2-1-re. Na hát igen, ez most a legfontosabb, ugye a legjobb 16 csapat között van az NBA Paks, úgyhogy menetelhetünk akár tovább is mindenféleképpen. Jó, hát a másik része pedig az, ugye, hogy Debrecenben nem tudsz játszani, hiszen 5 sárga lapod van. Tehát a következő mérkőzés az már majd csak a hazai lesz, ugye a Kaposvár ellen. Fogsz akkor is gólt szerezni? Hát rajta leszek, igen. Sajnos Isten a mesternél. Belső idő vagyok, de érkező, így több sansza van arra, hogy gólt szerezzek. Minden táv fogok követni, hogy újra gólt a gyakorlatban. Rendben van. Hát köszönöm szépen, és gratulálok a két találatot. Köszönöm szépen.